falunap keretein belül egésznapos rendezvényekkel és hangulatos főzőversennyel várták a látogatókat. Különféle elfoglaltságban vehettek részt az érdeklődők. Nyilván a központban a főzőversennyel, de egésznapos rendezvényt szervezünk, amellyel igyekezünk színesíteni ezt a napot az itt lakóknak, olyan programot szervezni, ami minden korosztálynak kedvez. A délelőtt főzéssel indult, amin több csapat mérte összetudását. Főleg kakaspörköltet készítenek, körülbelül 12 csapat van, de körülbelül mondom, volt, aki reggel jelentkezett, és nyilván asztalt és minden padot helyet biztosítunk számukra. A délután, tehát verseny lesz, díjazzuk is, első, második, harmadik helyezett külön zsűri értékeléssel díjat is fog kapni. Ez délután 1 órára várjuk, addigra itt a nagy kánikulában felforrosodik a hangulat, és akkor a csapatok elfogyasztják, de aki esetleg nem főzött, annak is biztosítunk egy-egy tányér finom ételt, és délután folytatódik majd a rendezvénysorozat, 3 órakor happartival várjuk az érdeklődőket, aztán lent lesz hangszerelem, zenestúdió, és solymászt hívtunk, László Attila lesz hastánc, este túlzsonglőrök, és ballal zárul a mai nap. Gyönyörű! Az ijászkodás is felkeltette az emberek figyelmét. A barátaim hívtak ide, és ezért jöttem, aztán megláttam az ijászatot, és oda mentem egyből. Egyre több fiatal próbálja ki a főzést, és indul el a versenyen, amivel motiválják is egymást. Kakaspörköltet főzünk a barátokkal, aztán meglátjuk, van verseny, reméljük, hogy sikerül helyezést elérni. Az ételkészítés során Erdélyi Balázs csapata szerezte meg az elsőséget. A hagymát lepirítottam, ugyanúgy, ahogy kell, utána rá a húst, azt is lepirítjuk persze, és akkor így talán a paprikát. Jó, piros paprika, az a lényege. A falunapon jól szórakoztak kicsik és nagyok egyaránt. Idén is nagy érdeklődés övezte az eseményt.